Mivel jó eséllyel Európán belülről nézed ezt a videót, te magad sosem kell, hogy elmenekülj Észak-Koreából, de ebben a percben is több ezren tervezik ezt tenni. Egy régebbi videónkban már foglalkoztunk a diktatúrától szenvedő állam bizonyos problémáival, és hogy egyre nehezebben lehet megszökni a lezárt határok mögül. Amellett, hogy köztudottan egy furcsa, elmaradt és a világtól elzárkózott ország, itt Magyarországon legtöbben csak nagy ritkán egy-egy hírben találkozunk az ottani élet töredéknyi információival. Keveset tudunk a nemzetről, miközben egy nagyon érdekes és szomorú jelensége a 21. századnak. Mégis mi vezetett oda, hogy emberek ezrei szöknek el évente? Egyáltalán miért akarnak elszökni, és pontosan hogyan is hagyható el egy ország, aminek minden határát fegyveresek őrzik, és gond nélkül lelövik, aki menekülni próbál? A diktatúrák sokfélék lehetnek, nincs két egyforma, és hihetetlen módon a mai napig több mint 50 ország működik így a világon. Észak-Korea ennek az egyik legismertebb képviselője, a duci és nem túl kompetensnek kinéző Kim Jong-unnal. Ahhoz, hogy megértsük az ország jelenlegi helyzetét, nem mehetünk el a történelme mellett, így most következik egy összefoglaló arról, hogy jutott ide ez a nép élén a Kim dinasztiával. Akit ez nagyon nem érdekel, az a timestampekkel nyugodtan előre tud tekerni. Nem akarom Kelet-Ázsia több ezer éves történelmét részletesen bemutatni, szóval az elején haladjunk kicsit gyorsabban. 2000 évvel ezelőtt Korea mai területe három rivalizáló királyság közt oszlott fel. Ezek közül az egyiknek a 7. században sikerült a félszigetet egyesíteni, majd a 9. században Koryo néven vált az akkori világ egyik legfejlettebb államává. A 14. század végére a Csoszon királyság vette át a helyét, ami 1897-ben koreai császárságra váltott. Eddigre az állam iszonyatosan meggyengült, feldúlt a Japán, majd Mandzsúria több támadása is, így szűk 13 évig létezett csak. Az utolsó egységes Korea uralásáért Japán és az Orosz Birodalom versengett egymással. A feszült politikai helyzetben 1904-ben kitört az orosz-japán háború a félszigetért, amiben Japán győzedelmeskedett. Végül a császárság Japán része lett. Gyakorlatilag gyarmatként működött tovább még egységes, de már nem önálló formában, egészen 1945-ig. A II. Világháború végére a nagyhatalmak elkezdtek tárgyalni a félsziget sorsáról, mivel Japán veresége gyorsan közeledett. Sikerült megállapodni abban, hogy felszabadítják az országot a fennhatósága alól, és egy nemzetközi bizottság segít majd a talpraállásban, de itt jöttek a problémák. A hidegháború kezdetével a Szovjetunió és az Egyesült Államok nem tudott megállapodni a dolgok pontos kivitelezésében, így ideiglenesen felosztották egymás között a területet. 1948-ban megtartották az első választásokat, de a Szovjetunió ellenezte az ENSZ bevonását, mert úgy gondolták szembe mennek majd a szocialista érdekekkel a kapitalista állam javára. Az így délen megtartott választásokat eleve ellenezte a koreai nép, pont azért, mert nem akarták, hogy végleg szétszakadjanak. A zavargásokat és lázadásokat brutálisan leverték, a választást megtartották, aminek eredményét Észak-Korea nem fogadta el, és Kim Ir-sen, Kim Jong-un nagyapja átvette a hatalmat. Hozzá kell tenni, ez nem csak az északi szocialista vezetésen múlt, sőt, Dél-Koreában egy antikommunista kormány erőltette a választásokat, hogy államot alapíthassanak, így a szétválás legalább annyira múlt délen, mint északon. A Szovjetunió az 1945-ben ott élő és a Vörös Hadseregben is tiszti rangot elért Kim Ir-sent választotta az északi kommunisták vezetőjének. Az 50-es években leszámolt párton belüli ellenfeleivel és a szovjet mintán alapuló teljhatalmat szerzett. Mondjuk ki, Sztálinhoz hasonlóan diktátor lett. Az ország gazdasága iszonyatosan beindult és vezetője a hadsereg fejlesztését helyezte előtérbe. Megkezdődött Észak-Korea látszólagos virágzása. Kim Ir-sen egy új sajátos ideológia alapján kezdett el kormányozni, a dzsúcse, a marxizmus-leninizmus egy új irányzataként született meg, ami nagyon erős nacionalista eszméket kevert a szocializmusba. Az egyének saját önálló erejét hirdette, és azt, hogy egy nemzet csak a saját függetlenedése révén érheti el a valódi szocializmust. Ez idővel teljesen önálló ideológiává vált, befolyásolva a társadalmat, gazdaságot, vallást, igazából az élet minden területét. Kim Ir-senék az 50-es években fokozatosan eltávolodtak Kínától és a Szovjetuniótól, egy látszólag önfenntartó állam jött létre, de valójában a nagy testvérek pénzelték a fejlődést. Az állam teljesen átvette az irányítást a gazdaság, a média és az utazási jogok felett, elvették a földeket és szinte minden magántulajdont az emberektől.
fia Kim Jong-il lett az ország propaganda biztosa 1967-ben, és iszonyatos mértékű személyi kultuszt alakított ki apja körül. A 80-as évekre azonban a támogatások elfogytak, a növekedés megállt, miközben Dél-Korea virágzásnak indult a japán és amerikai tőke hatására. 1980-ban államcsődöt jelentettek, amihez igazából az vezetett, hogy katonai diktatúraként az állami költségvetés nagymértékben a hadsereg fejlesztésére ment. A katonai elit lett az ország leggazdagabb rétege, miközben a társadalom egyre kevesebből élt. Kim Il-sung 1994-es halálával Kim Jong-il vette át a hatalmat, aki a hadseregre helyezett még nagyobb hangsúlyt, ezzel persze tovább mélyítve a társadalmi szakadékot. Remekül folytatta apja munkáját olyan téren, hogy Észak-Korea teljes összeomlás szélére kerüljön. A 90-es évekre a borzalmasan szervezett és működtetett mezőgazdaság, a gyatrán teljesítő minden más iparág, a külföldi segítség hiánya és a rossz nemzetközi kapcsolatok miatt országszintű éhezés tört ki. Ennek több százezer, hanem milliós nagyságrendű áldozata volt. Egy jó diktatúrához illően persze a propagandagépezet nem állt le. A népet győzködték arról, hogy az államnak nincs köze a kialakult helyzethez, és tökéletesen kezelik a helyzetet, miközben kemény cenzúrával gyakorlatilag betiltották az éhezés és éhínség szavakat. Aki szerint ilyesmi volt az országban, az konkrétan börtönbe kerülhetett ennek kimondásáért. Azt hiszem, ezzel el is érkeztünk a válaszhoz, hogy miért menekülnek el annyian. A katonai diktatúra önmagában is elég taszító sok ember számára, de az évtizedeken át egyre jobban elszegényedő társadalom, majd a teljes gazdasági összeomlás és éhezés elég jó ok arra, hogy elmenekülj valahonnan. A helyzet persze azóta javult, de inkább a felszínen, mint gyökeresen. A 2000-es évek elején a modernizálódott Dél-Korea elkezdett segélyeket adni egyetlen szomszédjának, amitől az éhező ország kicsit fellélegezhetett. Javultak a diplomáciai kapcsolatok, és még az USA-val is kezdtek jobban lenni, majd Kim Jong-il úgy döntött, atomfegyvereket akar. Az agresszív tesztelés hatására füstbe mentek a jó kapcsolatok, de a humanitárius segélyek kisebb megszakadásokkal tovább áramlottak az országba. Még 2008-ban is a lakosság számára szükséges élelmiszer mennyiség csupán felét volt képes az ország megtermelni, és ez azóta sem stabilizálódott. 2011-ben Kim Jong-il halálával akkor 27 éves fia vette át a hatalmat. Első lépése neki sem a diplomáciai és gazdasági nyitás volt, hanem hogy leszámoljon politikai ellenfeleivel, így például kivégeztette saját nagybátyját. Pozíciója megszilárdítása után az atomprogram és a fegyverkezés sem állt vagy lassult le. 2017-re Észak-Korea elindította első ballisztikus rakétáját, kísérleti robbantásokat hajtott végre, és olyan szinten kiéleződött a helyzet az Egyesült Államokkal, hogy sokan a háború kirobbanásától tartottak. Mindeközben azért beindult valamiféle modernizáció. Észak-Koreának saját internete, azaz intranetje van, van saját operációs rendszerük és hangfelismerő szoftvereik, magánvállalkozások jöhettek létre, akik importálhatnak bizonyos külföldi árukat, és 2012 óta még a lakossági bankrendszer is megjelent. Az ország sok szempontból nyitni kezdett a kapitalizmus felé, és a legnagyobb városokban már egészen városszerű helyek jöttek létre. A beengedett külföldi turistáknak csak ezeket a részeket engedik megnézni, de ettől még mindig a világ egyik legszegényebb országa, ahol a rosszabb években iszonyatos élelmiszerhiány van. A bizarr, hogy a legtöbben ebből semmit sem éreznek, mármint nem az éhezésből, hanem nem tudnak arról, hogy nekik világszinten ennyire rossz. Nem tudják, hogy a külvilág, vagy akár csak a szomszédjuk mennyivel fejlettebb és jólétibb társadalom lett, utálják a délieket és a japánokat is, a dzsúcse pedig generációkon keresztül ivódott bele az emberek mindennapjaiba. A kiváltságos társadalmi elit nyugati viszonylatban szegényesen, de ottani viszonylatban hihetetlen jólétben él a vidéki társadalomhoz képest, akik európai szemmel megrekedtek szinte a 19. században, nemhogy a 20. Az ország 25 milliós lakosságának nagyjából 60%-a él szegénységben, szóval inkább meglepő, hogy csak ennyien menekülnek el. Ez jól mutatja, mire képes a diktatúrák propagandája, cenzúrája és persze a katonai ereje. 1953 óta az országot elhagyók számát 100 és 300 ezer közé teszik. Az utóbbi évtizedekben 2009 volt kiemelkedő, 2914 észak-koreai menekült el. Kim Jong-un hatalomra jutása óta viszont egyre jobban csökken ez a szám. 2018 óta kevesebb mint 1000 fő szökik meg évente, és nem azért, mert annyit javult volna az élet, hanem mert annyit nehezedett a kijutás. A határtörző erők körében jelentősen visszaszorították a korrupciót, és jóval több hatalmat kaptak a katonák.
kevésbé fogadnak el kenőpénzeket az embercsempészektől vagy a menekülni vágyóktól, és joguk van következmények nélkül bárkit lelőni. Az utóbbi időben nők több mint 80%-ot tettek ki a menekültek közt, de régebben is kétharmad fölötti volt az arányuk, aminek főként gazdasági okai vannak. A férfiak sokkal könnyebben kapnak munkát a hadseregben, és jobb esélyük van önmaguk fenntartására, mint a nőknek, akiknek a szolgáltató szektor szinte az egyetlen lehetőségük. Mindezt egy országban, ahol a lakosság alig ötöde képes megengedni magának bármilyen szolgáltatást. A nők tehát általában megélhetési és pénzügyi okokból, még a férfiak a megkérdezések alapján inkább politikai és ideológiai okokból menekülnek. Mindkettőt meg tudom érteni, és mint láttuk egy ilyen diktatórikus rendszerben, a kettő azért erősen összefonódik. Tehát nézzük meg a menekülés mikéntjét. Kezdjük azzal, hogy az országot elhagyni törvényellenesnek minősül, ami bár az emberi jogok megsértése, ez ott keveseket érdekel. Ha valaki csak ilyesmit kezd tervezgetni, már önmagában jó esélye van rá, hogy munkatáborba kerüljön vagy kivégezzék, ha pedig elkapják szökés közben, kérdés sincs afelől, mi vár rá. A legegyértelműbb cél Dél-Korea, ahol segélyek, beilleszkedési támogatás és számos egyéb kormányprogram született annak érdekében, hogy megsegítsék a menekülteket, és igazából csak itt fogadják őket szívesen vízum, útlevél és papírok nélkül. Az út azonban nem nyilvánvaló, ugyanis a két Korea közti határ a világ egyik legjobban őrzött területe. A 250 km hosszú és 4 km széles demilitarizált övezetet több mint 2 millió katona őrzi, így szinte esélytelen átjutni. Időnként találnak egy-egy alagutat, de ezeket is valószínűbb, hogy észak-koreai kémek használják és nem a menekülők. Nem lehetetlen, hogy évi pár ember itt jusson át, de szinte senki sem próbálkozik erre, az egyedüli kivételt a katonák jelentik. Minden évben vannak olyan határőrök, akik úgy döntenek, jobb lesz nekik oda át, civilként viszont szinte esélyed sincs. Hasonló a merész próbálkozás a vízen keresztül átjutni. A legbiztonságosabb utak a kontinens felőli oldalon vannak, de még itt is rossz esélyekkel indulnak az észak-koreaiak kis evezős csónakjai. Hatalmas távolságokról beszélünk nyílt vízen, ahol ha viharba kerülsz, véged van. A világ egyik legszegényebb országában nem motorcsónakokkal indulnak el. Kis evezős ladikokkal kelnek útra, de a természet erőinél még nagyobb probléma a folyamatosan járőröző haditengerészet. Pontosan tudják, milyen utakon lehet elhagyni az országot, milyenek az áramlatok és hol lehet biztonságosan haladni, így ha nem a tenger végez veled, a hadsereg fog el. Ugyanezen a tengeren maradva, a közvetlen Dél-Koreába jutás helyett sokan választják Kínát első állomásnak. Ide a tengeren sokkal könnyebb eljutni, vagy legalábbis a járőröző hadihajókat könnyebb elkerülni. A csendes óceán felőli oldalon szintén lehet elég nagy ívben kerülni Dél-Korea felé és így kicselezni a haditengerészetet, de az út maga sokkal veszélyesebb. Erősebb az óceán és a partszakaszok is sziklásabbak. Navigációs szempontból egyszerűbb egyből Japánt megcélozni, de ez egy még hosszabb út. Félretéve a tengert, az ország északi határa sokkal kevésbé szigorúan őrzött, mint a déli. Mint mondtam, a katonaság lefizethetősége nagyot csökkent, de még mindig erre a legjobb elindulni. A hatalmas bökkenő a Kína felőli úttal, hogy a két állam szövetséges. Ha elkapnak és kémnek néznek, a kínaiak végeznek ki, ha pedig nem gondolják, hogy kém vagy, csak simán visszavisznek, és az észak-koreai állam kezébe kerülsz. Mondjuk ki, ha a kínaiak elkapnak, ugyanúgy véged van, és mégis egyéb opciók hiányában szinte mindenki ezt az utat választja. Észak felé két határfolyó van, amik közül a Tumen a népszerűbb, keskenyebb, lassabb folyású és sekélyebb is. Majdnem mindenki itt érkezik meg Kínába, ahonnan aztán még messze a szabadság. Kínából az út vagy Mongólia, vagy Dél-Kelet-Ázsia felé visz tovább. A dél-kelet-ázsiai országok közt eltérő a koreai menekültek megítélése. Alapvetően Thaiföld és Kambodzsa két célállomás, ahol a hatóságok papíron deportálják a menekülteket Észak-Koreába, aztán a repülőgépek mégis Dél-Koreába érkeznek. Sajnos egyik sem határos Kínával, így egész Kínán észrevétlenül átutazva először Myanmarba, Laosba vagy Vietnámba kell, megint csak illegálisan átkelniük a határon. Ezek az országok nem annyira jó fejek, és ha itt elkapnak, jó eséllyel tényleg Észak-Koreába küldenek haza. Vannak, akik a dzsungelen kelnek át, míg sokan a Mekong folyón hajóznak le Kínából. A másik lehetőség Kínából Mongólia, ahová viszont a Gobi-sivatagon átvezet az út. Itt a veszélyes hegyek, az extrém hideg és forró hőmérsékletek, illetve nagytestű ragadozók állnak a menekülők útjába. Bár a farkasok, medvék és leopárdok nem kedvezőek, maga az út sokkal rövidebb, és a lakott területekre érve a mongol hatóságok Dél-Koreába repítik a menekülteket.
Bár messze Dél-Korea a legnépszerűbb célpont, nem mindenki itt telepedik le. Minden köztes országban, köztük meglepő módon Kínában is rengetegen maradnak ott hosszú távon, életvitelszerűen. Nem kockáztatják meg a további utazást és a határátkelést, letelepednek eldugott vidéki falvakban és új életet kezdenek. Dél-Korea után messze Kínában van a legtöbb menekült, számukat 30 és 50 ezer közé teszik. A tengeri utak miatt Japánba is minden évben érkeznek menekültek, és bár legtöbbjük tovább utazik Dél-Koreába, itt is vannak, akik letelepednek. Ázsiából kiszakadva, míg a Mongóliába érkezők nagy része Dél-Koreába repül, vannak, akik nyugatra folytatják útjukat, és egészen Európáig mennek. A fő érvek Európa mellett a magasabb életszínvonal, a fizikai távolság Észak-Koreától, és a tény, hogy a menekülők családjára nagyobb büntetés vár, ha kiderül, hogy Dél-Koreába szöktek. Persze a hatalmas távolság és a földrajzi akadályok elrettentő erők, több százezer menekültből alig 1-2 ezer él csak Európában. Az eddigi felsorolásból kimaradt még Oroszország, ami egy nagyon bizarr helyzet. Oroszország Észak-Korea nagy barátja, és azonnal visszaszállítják, akit elkapnak, Kínához hasonlóan. Mégis 10 ezer menekült tartózkodik ott illegálisan. A menekülés egy nagyon érdekes módja az önkéntes munkatábori jelentkezés. Akik önként jelentkeznek ilyen munkákra, azoknak lehetősége van rá, hogy Oroszország egy elszigetelt régiójába kerülnek. Hihetetlenül alacsony bérek, szörnyű lakhatási körülmények, kevés élelem és embertelen mennyiségű munka vár rájuk, de vannak olyan rétegek, akiknek még ez is jobb, mint Észak-Korea. Vannak, akik küzdenek azért, hogy Oroszországba kerüljenek, viszont van-e mögött még egy fontos ok, innen sokkal könnyebb megszökni. Nem könnyű megszökni egy orosz táborból, de könnyebb, mint egy észak-koreai táborból, és a menekülés, valamint a határátkelés is sokkal egyszerűbb, mint a jól őrzött koreai határokon. Bár nem önálló menekülési mód, egy nagyon kézenfekvő megoldás a pénz. Ez nem változtat az útvonalakon, de a dolgok nehézségén annál inkább. A koreai társadalmi elit, akik hozzáférnek a külvilághoz és valamekkora vagyonnal is rendelkeznek, sokkal könnyebben fizetnek le határőröket, bérelnek fel profi csempészeket, akik ismerik a megfelelő utakat, és tudnak maguknak hamis iratokat is venni, amivel aztán a barátságtalan országokon és a határokon is könnyebb átjutni. Tudnak saját maguknak repülőjegyet venni, autót bérelni, így maga az utazás sem egy több ezer kilométeres hegyi és dzsungelséta. Az utolsó dolog, amit még muszáj megemlíteni, az a hátramaradtak sorsa. Az egyedül maradt, család nélküli nők teszik ki a menekülők nagy részét, ugyanis hátrahagyni a családodat egyenlő a halálos ítéletükkel. Elszökhetsz hajóval, elszökhetsz Kína felé iszonyatos nehézségek árán, de lehetsz a társadalmi elit tagja is, fizethetsz meg csempészeket, lehetsz cserediák vagy diplomata, aki egyszer csak nem tér haza, ha kiderül, hogy elszöktél, a rokonaid munkatáborban vagy holtan végzik. Azt hiszem, ez teszi a szökést igazán nehézzé. Tényleg főként olyanok próbálkoznak vele, akiknek vagy van elég pénze családostól menekülni, vagy szó szerint nincs semmiük és senkiük, akit veszélybe sodorhatnának. Mára ennyit a 10-es listáról. Lájkolj minket, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy mindig elsőként értesülj a legújabb tartalmakról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a RegHostnak.